Milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de akár több évről is beszélhetünk itt az erdőteleki városrész? Én azt gondolom, hogy Mozer András képviselő úr nagyon aktív munkája is eredményezte azt, hogy erdőtelek az elmúlt időszakban nagyon gyorsan és nagyon erőteljesen fejlődött. Ez nem azt jelenti, hogy nincs mit tennünk, nagyon sok dolgunk van, de azért az elmúlt ciklusban egy teljesen városrész szennyvíz kiépítése megtörtént, utána megtörténtek az aszfaltutak helyreállítása, az óvoda tetőszerkezetének felújítása, várhatóan az egész közösségi házat szeretnénk majd felújítani. Úgyhogy erdőtelek ilyen szempontból én azt gondolom, hogy abszolút nem mondhatja, hogy mostoha gyereke Kiskörösnek. Nagyon sok aszfaltutat elkezdtünk út alappal ellátni. Ezt az út alapot javítgatjuk most, és várjuk, hogy aszfaltot tehessünk rá. Tudni kell, hogy egy aszfalt négyzetméteres bekezülési költség az 11-12 ezer forint per négyzetméter. Így aztán őszintén be kell lássuk, hogy ezt csak úgy tudjuk aszfalttal ellátni ezeket az utakat, ha pályázatot nyerünk rá. A fiatalok körében egyre közkedveltebb az, hogy erre a város részre jöjjenek, itt építsenek. Az önkormányzat mennyire tartja ezt fontosnak, mint ahogy már itt polgármester úr említette is, hogy a jövőben még inkább foglalkozzanak ennek a város résznek, akár infrastruktúrális fejlesztésével is? Nagyon fontos, és a fiatalok részéről ez egy nagyon logikus lépés, hogy egy olcsóbb telekkel, kisebb büdzsével lehet indítani az életet. Erdőtelek jó hely, jó itt élni, nagyon jó közösség van, úgyhogy támogatjuk a fiatalokat, hogy erdőtelekre jöjjenek. Ennek megfelelően az önkormányzat az infrastruktúrát megpróbálja maximálisan kiépíteni erdőteleknek, amint említettem is, tehát ezzel mi komolyan gondolkodunk és foglalkozunk. A körzet képviselője Mózer András, aki az itt élők jelzéseit folyamatosan továbbítja a városvezetés felé, és igyekszik minél hatékonyabban támogatni munkájával a fejlesztések megvalósulását. Az én körzetem, választókörzetem két nagyobb részből áll, a erdőtelki, ez a külterületet magába ölelő rész, ez az egyik nagyobb és nagyobb problémákkal rendelkező rész, de szerencsére nagyon sok szép fejlesztést meg tudtunk valósítani az utóbbi években. Hát ami a legfőbb problémák, ugye általában a képviselőt a problémákkal találják meg, de hát ez így van, jól azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Az utak és azoknak az állapota legfőképp az ilyenkor a téli, őszi-téli időszakban jön elő, amikor ugye esőzések vannak, és ekkor még jobban igénybe vannak véve, ugye a sár miatt, fölázások miatt az utak. És nem egyszer járhatatlanná válnak, főleg a földutak. Erdőtelek városrésze az utóbbi években indult fejlődésnek, mára egyre több fiatal építi családi házat. Főként az olcsóbb telekárak miatt döntenek úgy, hogy erdőtelken kezdenek építkezésbe, még akkor is, ha az infrastruktúra nem olyan kiépített, mint Kiskörös belvárosában. A városrész infrastruktúrája, a közvilágítás, valamint az utak állapotának minősége már sokat változott pozitív irányba, de még mindig van mit fejleszteni, amelynek megvalósítása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra. Itt, ahol most vagyunk, ez az egyik legnagyobb probléma volt. Amikor képviselő lettem 2014-ben, akkor tartottunk egy polgármester úr kérte, hogy a lakosság akaratát egy aláírás gyűjtés formájában mutassuk be. Több kérdéskört ölelt föl, egyik ez volt, hogy az út állapotát szeretnék mielőbb a lakosok, és közel 200 aláírás összejött itt a Diófa utcában, illetőleg, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer legyen megcsinálva. Akkoriban ugye itt földes út volt, és mivel ez egy gyűjtő út, itt nagyon sok, nagyon nagy a forgalom, és van több vállalkozás is,
így teherautó forgalom, kamion forgalom is van. Hát nem egyszer térdig süllyedtek az esős időben a sárba, a szárazabb időben meg ugye az óriási por, a homok ugye nem lehetett látni. Amikor sikerült ezt 2016-ban megvalósítanunk, ezt a fejlesztést, hogy csapadékvízelvezetés épült a Diófa utca elején ki, illetőleg a útalap készült, beton útalap, zúzott beton útalap, és erre egy murvás burkolatot kapott, akkor nagyon örültek a lakosok. Hát elmondtuk akkor is, hogy sajnos ez nem egy örök élet, de sokkal jobb lesz, mint volt. A murvával borított zúzott beton útalapot folyamatosan karban kell tartani ahhoz, hogy járható maradjon. Az időjárás viszontagságai sokkal inkább megviselik az utat, mint ahogy a terhelhetőségesen bírja évekig. Ezért a Kőröskom Kft. Munkatársai folyamatos karmatartó munkálatokat kell, hogy végezzenek, igyekeznek az egyre növekvő lakosság számhoz igazodva, rendszeres tervezés mellett munkálatokat folytatni a város részben. A város megpróbálta felvenni a ritmust ezzel az itteni lakosság szám gyarapodással, és ennek eredményeképpen több ezer folyóméter hosszban épültek ki erdőtelek sűrűbben lakott részein, nem csak erdőteleknek az úgynevezett központi részén, hanem ahhoz csatlakozó, illetve attól távolabb eső területeken is burkolat alapa egykori földutak. Ezek az utak most nagyon jól beállt, nagyon jó funkcionáló utakká váltak a tekintetben, hogy egykor majd, amikor erre a megfelelő idő és nyilván a kellő mennyiségű anyagi keret is rendelkezésére az önkormányzatnak, aszfaltborítást kapjanak. Azok az útszakaszok, ahol csak személyi autóforgalom van, sokkal több ideig vannak jó állapotban, ellentétben azokkal, amelyen mezőgazdasági és nehézgépek is közlekednek. A folyamatos felújítások biztosítása a Kőröskom Kft. Feladatkörébe tartozik. Megpróbáljuk ezeket a karbantartásokat mindaddig rendszeresen végezni, ameddig az aszfaltborítás erre majd megérkezik, de azt azért tudni kell, hogy ennek a igen magas négyzetméter ára miatt ebben a több ezer folyóméternyi burkolat alapon akár csak 4 méter szélességben is hatalmas költsége van, és ez vélhetően lakossági hozzájárulás nélkül nem fog tudni megvalósulni. Hasonlóképpen egyébként a város belvárosi központi részéhez, ahol szintén minden útburkolatépítés az elmúlt évtizedekben lakossági hozzájárulás mellett jöhetett létre. Erdőtelek környezetében továbbra is sok a mezőgazdasági földút, melynek karbantartása ugyanolyan fontos. Ezt tárcsázással, gréderezéssel és tömörítéssel, szigorú karbantartási ütemterv mellett fogják a jövőben elvégezni. Jelen pillanatban is történnek ilyen munkák, amiben szeretnénk fejlődni, az inkább az említett rendszeresség, amit szeretnék kétszer aláhúzni, illetve egy karbantartási ütemterven alapuló munkavégzés, amitől azt várjuk, hogy egyes útszakaszok talán hosszabb időre fogják jobb minőségben szolgálni az arra közlekedőket, másrészt pedig az utaknak a karbantartási igénye is egy kicsit alacsonyabbá válik. Ehhez több év kell, mire gyakorlatilag erre a szintre eljutunk, de ez lenne a cél. Egyszerűen szólva, a gazdaságosabban és könnyebben fenntartható földutakat szeretnénk itt a környékben is, meg egész Kiskörös külterületén a jövőben a lakosok számára biztosítani. Ez azt hiszem, hogy elég sok munkát fog adni az elkövetkezendő időszakban. Ennek a kidolgozása, ahogy mondtam, ennek a bizonyos karbantartási ütemezésnek, ütemtervnek a kidolgozása folyamatban van. A Diófa utcában lévő utat már felújították. A napokban több utcában is megkezdik majd a munkálatokat. A további utcákkal, ami sorra fognak kerülni burkolat alapra látott utcák, az a gyakorlatilag a Sövény utca felé vezető általunk névtelen utcának nevezett utca, illetve a helyek által Paprikás Martin kódülőként ismert utca. Ezeket szeretnénk még
hamarosan, akár napokban befejezve gyakorlatilag karban tartani, és utána pedig jönnének nagyobb arányban a földutas burkolatalap nélküli utaknak a karbantartási munkálatai. Nem csak az utak állapota szorul karbantartásra, a hobbitelkek környezetében is szükség van fejlesztésre, melybe az itt élő lakosok tevékenyen bekapcsolódtak az utóbbi időben, amely követendő példa lehet. Nem elegendő, ha csak az önkormányzat gondolkodik fejlesztésben, ezt akarnia kell az ott élőknek is, és szerintem tenni is, véleményem szerint. Annak idején én a Komárom utcában lakom, és az üleimtől tudom, hogy egy-egy útszakasznak minden egyes infrastruktúrális fejlesztéséhez komoly áldozatot kellett vállalni az ott élőknek, legyen ez akár a gázbekötéstől kezdve a javítás, vagyis a beton aszfaltúttal való ellátás, mind-mind százezreket jelentett egy-egy háztartásnak. Ahhoz, hogy ez a fejlesztés itt majd megvalósuljon, ugyanerre van szükség. Az elhanyagolt hobbitelkek a közösségi összefogásnak köszönhetően most már rendezett összképet mutatnak. Most szeretném ugye a Rákóczi Feri példáját kiemelni, hogy ők összefogtak, és nagyon szépen kitakarítottak több elhanyagolt területet, és az összegyűlt gajakat, fákat szépen összehorták, rengeteg több zsák szemét is összegyűlt, amit ezúton szeretnénk nagyon szépen megköszönni. Az önkormányzat éppen most kezdett neki elszállítani, a szemetet már el is szállítottuk, illetőleg a fák, gajak elhordása is folyamatban van. Elég nagy feladat lesz, mert nem is tudom, tizenvalahány kocsi biztos, hogy lesz, mire elszállítják ezt a sok gajat. Várhatóan az önkormányzat tehát ez a vásártér mögötti területről beszélünk, ott egy útszakasz. Próbáljuk azt az útszakaszt is helyreállítani, hogy az ott élőknek a mindennapi munkába járáshoz és a közlekedéshez segítséget nyújtsunk. A fejlesztések kapcsán az összefogásra a jövőben is szükség lesz. Az utak megépítése jelenleg a legdrágább beruházás, melyhez az önkormányzat pályázatok útján is igyekszik forrást találni. Jelen pillanatban a rendszeres karbantartás is jelentős anyagi kiadással jár az önkormányzat számára. Ezeknek a rendszeres karbantartásoknak a költségigénye is igen magas. Ennek nyilván akkor lehetne vége, hogyha ez az út aszfaltborítást kapna, de ez lakossági hozzájárulás nélkül, ahogyan erről beszéltünk, nehezen elképzelhető. Megértem az itt lakóknak a türelmetlenségét sok esetben, de azt meg kell érteni minden itt lakónak, hogy nagy az ár differencia az itteni telek ingatlanok és a város belterületi részének telek ingatlanjai között, aminek az elsődleges oka az infrastruktúra kiépítettségének belterület esetében magasabb szintje. Ez a különbség nyilván az egyik ok, amiért ez a városrész nagyon népszerűvé válik, viszont ez a különbség jelentkezik adott esetben a közműhálózat kiépítettségében, adott esetben az utak kiépítettségében is negatív értelemben, és bizony ehhez, hogy ezen változtassunk, néhány évtized azért nem elegendő, hiszen a belváros esetében is ez sok évtized, 50-60 évnyi folyamatos munka kellett, hogy az a kiépítettség, az infrastruktúra ellátottság létrejöjjön. Ennyi idő itt nyilván talán nem kellene, és küzd, és dolgozik mindenki azon, hogy ne is kelljen, viszont ehhez bizony nagymértékű lakossági hozzájárulásra lesz valószínűleg az jövőben szükség.